A nevem Jeremy Wade. Felfedező vagyok, nyomozó horgász, aki olyan horgászmeséket ellenőriz, amik néha túl mesések. Vigyázz! 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 Hú, ez nagy volt! És ez a sztori, ami Oroszország messzi vadkeleti részéről szól, felkeltette az érdeklődésemet. Egy horgászkirándulás, ami tragédiával végződött. Három ember tűnt el rejtélyes módon Oroszország távoli legendás folyójában. A sztori minden jelét viselte egy klasszikus folyami fenevad nyomozásnak, mert sok jel mutatta, hogy nem puszta baleset volt. Azt hiszem, találkoztak valamivel a folyóban, ami elég nagy és rémisztő volt ahhoz, hogy ne csak egy ember, hanem mindhármuk halálát okozza. október 2009, és az Amur folyó Oroszország távol-keleti végén. Három férfi indult halászni. Olyan kirándulásra indultak, amit már sokszor csináltak végig. De most másképp alakult. A három férfi nem tért vissza. Kettőjük holttestét egy évvel később megtalálták, ami már maradt belőlük. Láthatóan rég fulladtak meg, és a harmadik halott nem került elő. Az elmúlt években többször kaptak lábra olyan hírek, hogy valaki eltűnt, meghalt, vagy szörnyeteget látott az Amur folyó. De nem sikerült közelebbi információhoz jutnom, mintha lenne valami abban a vízben, amiről a helyiek nem akarják, hogy tudomást szerezzen a világ. Úgyhogy nem tudtam meg semmi biztosat egész mostanáig. Oroszország olyan hely, ahol még sosem jártam. Ez a világ leghatalmasabb országa, és az Amur a világ tizedik leghosszabb folyója. 4350 kilométer, majdnem kétszer olyan hosszú, mint a Colorado folyó. A világ legnagyobb szárazföldi ragadozóinak egy része is a környéken található. Tigrisek, medvék, de mi lehet a folyóban? A legenda szerint a folyót egy hatalmas fekete sárkány csinálta, ahogy levonszolt a testét a tengerhez. És van valami, ami a mai napig lapul a mélyen és megöli a halászokat. Meg akarom tudni, mi lehet az. Engem csak a tények érdekelnek. Háromnapos utazás után érkeztem meg Nyikolajevszk városba a folyó torkolatánál. A valaha gazdag központ ma kísértett városra hasonlít. Először arra vagyok kíváncsi, mi történt pontosan a három horgásszal. Ezen a távoli vidéken, ahol kevés külföldi jár, nem lesz könnyű információkhoz jutni. Úgyhogy pecázni megyek. Van egy kis folyó a város határában, ami az Amurba ömlik. A világtól elszigetelt helyek lakói gyanúsan nézik az idegeneket, ezért önmagamat használom csalinak. Hát, ha egy idegen horgász beszélgetésre csábítja az ittenieket. Azt hiszem, fogtam valamit. De sose szabad korán berántani a horgot, vagyis elárulni, milyen információkra vagyunk kíváncsiak, mielőtt elnyerem a bizalmukat. Nekem? Oké, Blue Fox. Oké, köszönöm. Szerintem a horgászat lényege, hogy kilépünk a skatujákból. Bevált a stratégia. Meghívtak, hogy látogassam meg őket odahaza.
de előbb bizonyítani akartam, hogy tudok halat fogni. Ahányszor fogok valamit, többnyire versenyeznem kell. De erre nem számítottam. Jaj, itt van egy kutya. Ne! Az Amazonasnál egy kajmánnal kellett versenyeznem a kifogott halért. Alaszkán egy medve vitte el a halat, de kutya még nem volt. Nem szeretném, ha egy kutya szájába menne a horog. Nem lenne vicces. De gyönyörű hal. Elegáns lazac. Csodálatosak a színei. Az oldala igazi rózsaszín. A hátán a fekete pöttyök. Tudom, hogy az Amurban rengeteg a lazac. Érdekes. Azt hiszem, látszik rajta az az átalakulás, amin akkor mennek át, amikor feljönnek a folyóba. Látszik az alsó állkapcson és a púpon, a fej mögött. Azt hiszem, sokan szívesen megsütnék, de amíg nem látja senki, én visszateszem a folyóba. Ez a fogás azért fontos, mert nem lehetne óriás hal a folyóban anélkül, hogy ne találna ennivalót. A lazacok töltik be ezt a szerepet. Tehát elmegyek Igor Porusiánhoz és barátaihoz, hogy átmelegedjek, és remélhetőleg megszerzem azokat az információkat, amikért jöttem. Ismerte valaki a horgászokat, akik meghaltak? Van másfajta hal? Tarpon, sügér, csuka. Tud valaki angolul? A horgász ismeretek után Igor elmondott néhány fontos dolgot az eltűnt férfiakról. De ez vidánye. Annyit sikerült megtudni, hogy a férfiak nem idevalósiak voltak, hanem egy kis faluban éltek a folyón fölfelé. Kölcsönmotorral indulok nyugat felé, Inokehimka városba. Ötezernél kevesebb lakosa van, de egyike az Amur menti régi halászfalvaknak. Sok kultúrát és etnikumot vonzott ide valami. A hal. Ilyen kis közösségben nem lehet nehéz találni valakit, aki ismerte azokat a halászokat. Akivel találkozom, az egyik olyan ősi néptagja, akik ősidők óta laknak ezen a területen. A neve Edward, és az unokatestvére volt az egyik halász, aki meghalt. Óvatosan kérdezem meg, hogy mi történt. Az unokatestvére horgászni ment két másik férfival pár éve, de eltűntek. Kettejük holteste előkerült egy év múlva, de a harmadikat nem találták meg. Néhány nyilvánvaló lehetőséget ki tudtam zárni. Az olyasmi, ami nem is igényel magyarázatot. Az egyik férfinak semmilyen tapasztalata nem volt. Először ment halászni, de a másik kettő nagyon gyakorlott volt, tudták, hogy mit csinálnak. A hajó új volt, akár tengeren is megállta volna a helyét, és az időjárás se volt rendkívüli, ám a három ember mégis eltűnt valahogy. Megkérdeztem, mit akartak fogni, amire furcsa módon köntörfalazni kezdtek. Az biztos, hogy nem lazac volt a cél. Ez a furcsa beszélgetés egyre több kérdést ébresztett bennem. Kezdtem úgy érezni, hogy titkolnak valamit. Megmutatja, hová készültek? Azt mégis megmutatta a térképen, hogy hová indultak eredetileg. Nos, megmutatta, hogy hová készültek, úgyhogy azt hiszem, az lesz a legjobb, ha én is csónakba szállok.
kezdett kialakulni a gyanúm, hogy amit ki akartak fogni, az okozta a tragikus végkifejletet. Valami van a vízben, amit senki nem akar elárulni nekem, én viszont nem megyek el, amíg ki nem fogom. A nyomozásnak alaposnak kell lennie, ezért először a nyilvánvaló magyarázatokat kell kizárni. Aztán kell kideríteni, mi lehet a vízben, de mivel itt még sosem horgáztam, egyelőre ötletem sincs rá. Nagyjából ott vagyok, ahol a hajó elsüllyedt, és ahogy körbenézek a vizen, azt látom, hogy a folyó torkolata viszonylag nyugodt terep. Sőt, azt mondom, hogy ha a halászok csak közepesen jó úszók voltak, nem okozhatott gondot, hogy kiussanak a partra. A horgász területekre vonatkozó tudás nyilván nemzedékről nemzedékre öröklődött. Kellett lennie még valaminek a víz és az időjárás helyett. Ezért gondolom azt, hogy amit ki akartak fogni, az volt a felelős a halálukért. Jött egy pár halász, hogy megmutassa, mi van a hálójukban. Zdravstvujte! Azt kérték, hogy az arcukat nem mutassuk, ami tovább erősítette a meggyőződésemet, hogy mindenki titkolózik. Lehet, hogy orrfalászok. De mit akarnak kifogni? Ez egy fóka, ami megfulladt a hálóban. Erre nem számítottam. Azt hittem, valamilyen halat akarnak mutatni nekem. Lehet, hogy egy fóka az Amur folyó réme. A szakállas fóka súlya eléri a 300 kilót, és ha hálóba kerül, elég nagy és erős, hogy a vízbe rántsa az óvatlan halászokat, akik megfulladnak. Tehát sok fóka él itt, de többségük itt a folyó bejáratánál. Rákérdeztem, hogy gyakran okoznak-e a fókák horgászbalesetet, amire azt mondták, hogy még sosem hallottak ilyenről. A halászháló nem tesz különbséget. Minden állatot megfog, akár emlős, akár hal, ami nem fér át a lyukakon. Ám ezek a lazachoz túl nagyok lennének. Na de ha nem lazacot és nem is fókát akartak fogni, mi volt a céljuk? Úgy tűnik, most se kaptam meg a választ. Ezek az emberek segítőkésznek mutatkoznak, de nem lehet véletlen, hogy senki nem akar beszélni. Ezt a titkolózást akarom áttörni. A halpiacokon általában sok információt szoktam kapni, de mert itt nincs piac, a halfeldolgozóba megyek. Idehozzák a környező vizekből kifogott lazacot. De az idén valami szokatlan dolog okoz aggodalmat. Most éppen egy rakomány lazacot öntenek a tálcába, de annyira kevés a lazac a folyóban, hogy amit idehoznak, gyakorlatilag a folyó torkolatából érkezett. Ez az üzem a legnagyobb munkaadó a környéken, úgyhogy a legjobb hely, hogy információhoz jussak a szörnyről. De ahelyett, hogy információhoz jutnék, a gyanúm egyre nagyobb lesz. Az emberek barátságosak, de úgy tűnik, senki nem akarja elárulni nekem a titkot. Mi folyik itt? Kénytelen vagyok megint csalinak használni magamat, hogy elnyerjem a bizalmukat. Halakat látok a gyár kikötőjében, de szörnyet nem látok egyet sem. Ez nem igaz. Ez egy kis bodorka. Hihetetlenül kicsi, amit egy kis darab alufóliával fogtam ki. Végre a telep igazgatója mesélt nekem egy halról a telepen, ami nem messze él a doktor. Egy akkora hal, hogy képes elszakítani a hálót, amilyet még nem fogtam. Elfogadtam a kihívást. Ha ez a történet igaz, nem kockáztatok, az óriás botomat használom, meg 100 kiló terhelést bíró damilt és orsó. Ez a hely biztosan megfelel egy szörnynek. Könnyű, hatalmas és kész ellátást kínál neki. De ennyi ingyen kaja között vajon az én kínálatom mennyire vonzó neki?
ez? Ez az. Még egy meglepetés. Megpróbálom behintáztatni. Nyilván a halfeldolgozóból származó döglött halakra és belsőségekre jön, de megpróbálom finoman beemelni. Ez egy harcsa, egy európai harcsa, de az állítólag nem él itt. De a közeli rokonának látszik. És az európai harcsa elég nagyra meg tud nőni, akár 100 kilósra is. Ha itt is megnő akkorára, lehet, hogy ő volt a tettes. Lehet, hogy ezt a halat keressük. Spanyolországban fogtam ki óriás harcsát az Ebro folyóból. Egyszer majdnem be is rántott egy ilyen a folyóba. Szóval ez egy ragadozó. És azt hiszem, azért van itt, mert sok döglött hal kerül ki az üzemből. Na meg a lazatok is erre jönnek minden évben. De azt nem tudom, hogy meg tud-e nőni akkorára, ami már érdekes lehet. Kiderült, hogy kétféle harcsa él az Amurban, és az egyik igazi folyami szörnyé tud nőni. Ezt hívják Soldatov harcsának, a híres orosz halbiológusról. Ez is megnő 3 méteresre, mint az európai, amivel már találkoztam, de keveset tudunk róla. Lehet, hogy egy hal maradékon megnőtt óriás harcsa lett az Amur szörnyetege. Minden esetre... Minden esetre jó volt fogni egy ragadozót ebben a folyóban. Biztos vagyok benne, hogy egy hal hulladékon meghízott óriás harcsa sok bosszúságot okoz a horgászoknak, de vajon ő tehetett a 3 halász haláláról? Az egyik srác azt javasolta, beszéljek egy Misha nevű emberrel. Vadászik és halászik, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményére az óriás harcsáról. Ну, случай неординарный. В общем-то, это обыкновенная рыбалка на реке Амур. Довольно-таки крупных размеров. Миша azt a történetet meséli el, ami közismert az Amur mentén. Két halász egyszer kiment hálóval halászni, amiben nincs semmi szokatlan. De egy hatalmas hal akadt a hálóba, állítólag több mint 700 kilós, vagy több, és megpróbálták behúzni a ladikba az egyik oldalon. De akkora volt, hogy felborította a csónakot, és ők beleestek a jeges vízbe. Az eset késő ősszel történt. A víz olyan hideg volt, hogy meghaltak. Ez tehát közvetett bizonyíték arra, hogy élhet itt akkora hal, ami képes megölni az ember. Ez a hal, amivel találkoztak, milyen hal lehetett? Ám amiről Misha beszél, nem harcsára hasonlít, hanem valamire, ami még nagyobb. Azt mondja, akkora hal volt, hogy elérte a 700 kilót. Rendkívüli ereje volt és hatalmas szája. A 700 kiló hihetetlenül sok. Tud mondani még valamit arról a halról, hogy milyen fajta lehetett? A hal, amiről Misha beszél, egyáltalán nem harcsa volt, hanem valami más. Azt mondja, a hal teste erősen hasonlított egy cápára, pedig folyóban élő halról van szó, és azt mondja, főleg a farka volt cápaszerű. Viszont a gerincén és az oldalán éles tüskék nőttek, több sorban, amíg felsebzik az embert, ha a közelükbe kerül. És nagy szája volt. Ragadozó száj, ami általában más halakat eszik, kisebb halakat.
És volt bajusza, amik az orrából lógtak ki. Ha ezeket összerakom, egy tokféle vagy viza jelenik meg a szememben, de akkora, amekkorát még sosem láttam. Maga szerint, milyen fajta hal volt, ami beleakadt a hálójukba? Végre van neve a tettesnek. Kaluga. Olyan óriási hal, ami régen is ölt meg halászokat. Lehetséges, hogy a három férfi azért fulladt vízbe, mert egy óriás vizát akartak beemelni a hajóba. Egy 700 kilós hal minden halásznak élete legnagyobb fogása lenne. De vajon ki tudom fogni? Mivel tudom, mivel állok szemben, fel tudok készülni a harcra. A vizának hosszú érzékeny bajsza van, ezért a szokásos damil helyett süllyedő zsinórt használok, amit nehezebb észrevenni. A korábbi kalandjaim alapján, amikor az Egyesült Államokban fogtam tokhalat, tudom, hogy nem csak a víza, de minden hal szeret a gödrök fölött lenni. A gödör fölött úszva könnyebben találnak élelmet. A folyók feneke egyenetlen, sőt, hullámos, ahogy a víz sodra meg a hullámzás alakítja. Mintha dombok lennének rajta. Ezért minden hal szeret itt tanyázni, hogy elkapja az ennivalót, amit arra visz a víz. Ezért néhány órát azzal töltünk, hogy megpróbáljuk megkeresni ezt a mintázatot a folyó alján. Van az a mondás, hogy csak az fog halat, akinek van csalija a vízben. Aki nem dob be csalit, nincs esélye halat fogni. Ami igaz, de nem elég. Én inkább töltök el egy órát azzal, hogy megkeresem az olyan részeket, ahol hirtelen mélyül a meder, lehorgonzok, és ott kezdek horgászni. Sokkal több halat fogunk, ha a megfelelő helyen töltünk pár órát, mintha egész nap ülünk a rossz helyen. Az ultrahang segítségével megtaláljuk az ideális horgász helyet. Ez az a horog, amit Kaluga horgászatra használtak régen. Ez pedig az, amit én használok most. De az a helyzet, hogy amikor rögzített zsinórral horgásznak, mint a mai orvhalászok vagy a régi halászok, a hal hihetetlenül nagy energiát tud kifejteni a horogra, amit nem vesz át a zsinór, mivel oda van kötve egy fához és elgörbül. Utána néztem, hogy mekkora erőt tud kifejteni egy tokhal a zsinegre. Alaszkában volt egy eset, ahol egy fehér tokhal egy olyan farönköt vonszolt be a vízbe, ami több száz kilós volt. Én megtehetem, hogy hagyom hat húzza a zsinort, miközben fékezem az orsóval, hogy kifáradjon. Úgyhogy az orsó miatt nem kell olyan hatalmas horgot használni, mintha fix kötél lenne. Ezért finomabb, vékonyabb horgot tudok használni, ami persze elég erős, hogy megfeleljen a célnak. Tehát a horgot felkötöttem, és kaviárt használok csalinak. Lazacikra. Csak nem marad rajta a horgon, úgyhogy nejlonharisnyába teszem. Olyan lesz, mint egy kis ikrabatyú a zsinegen végén. Néhány ikrát összenyomok, csak párat, hogy jobban érezzék a szagát. A folyóban az a jó a tavakkal ellentétben, hogy egy tóban csak egy szagfelhő keletkezik a csali körül. A folyó viszont messzire elviszi, akár több száz méterre is. És mivel a halak szaglása nagyon érzékeny, ha megérzik, képesek követni a szagnyomot. Felúsznak a folyóban, és megtalálják a csalit. A horgász csak ül, a botja nem csinál semmit, és közben egy hal már izgatottan halad a csali irányában. Egy ilyen hatalmas folyó veszélyes lehet. Hihetetlenül mély, és a sodrása erősebb, mint ahogy kinéz. Olyan hely, ahol már sok horgász tűnt el,
Alig hagyva nyomot maga után. Mindjárt leér a fenekére. Érzem, ahogy rugalmasan ugrál odalent. Bum, bum. Bum. A tokhal és a viza 200 millió éve létezik, és semmit se változott a dinoszauruszok kora óta. Vannak köztük több mint 100 éves példányok is. Ismerve a viza szokásait, mindenre fel vagyok készülve. Fogtam már 150 kilós fehér tokhalat Oregonban, ami több mint fél óráig küzdött ellenem. Az is nagy volt, de a kaluga ennél sokkal nagyobb lehet. Ott van, ott van! Ez az, gyerünk, gyere, gyere, gyere szépen! Egy 6 méteres tokhal a 900 kilót is elérheti, de úgy tűnik a kaluga még ennél is nagyobb lehet. Az eddigi legnagyobb viza, amit kifogtak, több mint 1000 kiló volt, nehezebb, mint az 5,5 méteres tokhal. Alig, hanem a kaluga a legnagyobb a folyami halak között. Sajnos eddig nem jött be a lazacikra, úgyhogy taktikát váltok, ami a kaluga különleges szájához alkalmazkodik. A legtöbb tokféle hal szája alkalmazkodott ahhoz az életformához, hogy a fenékről táplálkozik. Ám a kaluga kivételes a tokhalak között, mivel aktív ragadozó is. Szája alakja lehetővé teszi, hogy lazacra és más halakra vadásszon, hatalmas állkapcsa segítségével. Egy új módszert próbálok ki a mesterséges csalival, mert mivel a kaluga ragadozó és kisebb halakat eszik, olyan csalit teszek fel, ami legalább halványon hasonlít egy élő halhoz a folyó alján. Bár ez csak egy hal karikatúra, hagyom, hogy lesüllyedjen a fenékre, sodorja a folyó, miközben föllemozgatom a botot, hogy bukdácsoljon, és mozogjon a farka a vízben, hogy vonzza a ragadozókat a mozgás, mert általában az vonzza a ragadozókat. Na, nézzük, mire megyünk ezzel a műanyag csalival. Hirtelen feltűnik, hogy a környéken nincs egy horgász sem. Mindjárt ki is derül, hogy miért. Folyami rendőrség. Udvariasan közlik, hogy tilos kalugára horgászni. Ha bármit fogtam volna, komoly bajban lennék. Pont amikor már kezdett izgalmas lenni a dolog, ez a legnagyobb pofon. Mivel itt nem létezik a hal visszadobásának szokása, abba kell hagynom a horgászást. Már értem, miért nem beszéltek az emberek. Ők itt törvénysértők. De miért kockáztatják a szabadságukat a halfogás kedvéért? Hogy a végére járjak a rejtélynek, beszélni fogok a régió környezetvédelmi hatóságának vezetőjével. A neve Valentin. Zdravstvujte! Jó napot! Mondja, Valentin, sok nagy hal van a folyóban? Azt mondja, hogy az Amur régen tele volt óriás halakkal. Azt mondja, hogy a folyótorkolatban régen rengeteg kalugát látott kiugrani a vízből, néha 20-at is egyszerre, amik legalább 500 kilósak voltak. Hallottam már a vízből kiugró tokhalakról, és ha egy ilyen óriás egy halászcsónakra esik, annak végzetes következménye lehet. Sok történetet mesélt arról, hogy csónakokat fordított be a vízbe, sőt, egyszer vele is előfordult, amikor egy kis csónakban ült, amit leeresztettek a hajóról. Alig mentek 30 métert, amikor nekiütköztek egy nagy kalugának, és a kollégája Yuri berepült a vízbe az ütközés miatt. A Szovjetunióban tilos volt kalugát fogni, de a 90-es években, amikor a kommunista rendszer összeomlott, mindenki úgy érezte, minden szabad, és rengetegen vadásztak tokhalra. Mindenki. Majdnem kiirtották a kalugát. De miért vannak, akik ma is ki akarják fogni? Mitől olyan értékes, hogy vonzza az orvhalászokat? Cena csorna ikry bola $2000.
Egy kicsit sok számot mond, amitől kavarog a fejem, de a lényeg az, hogy a mai helyzet oka a Kaluga ikrája, a legjobb kaviár. Egy felnőtt has súlyának 13-14%-aikra, és a nőstényekéből lesz kaviár. Egy kiló kaviár Moszkvában ma 500 USA dollárt ér. Nem kevés pénz. Ez a halászok számára olyan, mint az aranyláz. Egy lazac halásznak egyetlen kaluga ugyanannyi pénzt hozhat, mintha 3,5 évig halászna lazacot. Úgyhogy tökéletesen meg tudom érteni a kísértést. Látva ezt a hatalmas kísértést, Valentin egyáltalán nem optimista a kaluga létének jövőjét illetően. Nagyon úgy néz ki, hogy a kaluga előbb vagy utóbb eltűnik ezekből a vizekből. Később azt is megtudtam, mennyire súlyos a helyzet. Mivel a kaviárnak hatalmas ára van a fekete piacon, az orvhalászat köré maffiák alakultak. Az emberek nem azért nem beszélnek, mert a hatóságoktól félnek. Lehet, hogy a három halász halálának okát az okozta, hogy az egyik utolsó óriással akadtak össze, és nem számítottak rá. De talán a legnagyobb kérdés az, hogy maradt-e egyáltalán óriás kaluga az Amur folyóban. Kellemetlen helyzetben vagyok. Szeretném tudni, maradtak-e még óriások. De a kalugát védi a törvény, és nem tudom, mit tegyek. Az emberek azt mondják, fogjak ki egyet, mintha véletlen lenne, de ez akkor is orvhalászat, hiába teszem vissza élve a halat a vízbe. Erkölcsi értelemben ugyanolyan bűn. A világ másik felén vagyok. Van hajó, van felszerelésem, mindenem, ami kell, és nem szívesen mennék haza dolgom végezetlenül. Szóval azon gondolkodom, meg tudom-e kerülni valahogy a kérdést, és azt hiszem, igen. Valentin összehozott egy tudós csapattal, ami az Amur halkészletét figyeli. Megengedték, hogy velük tartsak, így ez az egyetlen esélyem, hogy kalugát lássak, mármint ha maradt egyáltalán. De az első dolog, amit látok, nem egy hal, hanem annak bizonyítéka, hogy az orvhalászok nem adták fel a kaluga halászatot. Két motorcsónak száguld a vize. Az egyik üldözi a másikat, méghozzá az ott egy rendőrhajó, ami orvhalászokat üldöz. Úgy tűnik, az orvhalászok megúszszák, mert egyre nagyobb köztük a távolság. I think the poachers are getting away. The distance between the two boats is lengthening. Think about the value of caviar. A kaviár rendkívüli ára miatt az orvhalászoknak van pénzük a gyorsabb motorcsónakra, mint amilyet a zsaruk kapnak. Ezen a hatalmas folyón igen nagy kihívást jelent elkapni bármit. De egy olyan ritka állatot, mint a kaluga, szinte lehetetlennek tűnik. Na persze, ez a többi halra is igaz, amit én keresek. Én többnyire bottal és zsineggel horgászok, ám a tudósok hálót használnak. Azok, akik bottal horgásznak, általában azt hiszik, hálóval halászni sokkal könnyebb. Csak bedobja a hálót az ember a vízbe, és mindent kifog a folyóból. De ez a valóságban sokkal bonyolultabb. Ha fatörzsek vagy más akadályok vannak a folyó fenekén, beleakad, ráadásul magának a csónaknak különböző részeibe is beleakadhat, például abba ott, vagy a saját ruhámba, a gombokba, meg ilyenekbe. Csak azért csinálhatom ezt, mert egy tudós csapat tagja vagyok. Na szóval a háló a vízben van, már csak várni kell ringatózva a folyón lefelé is. A háló kb. 200 méter széles, a 25 méter mély vízben, de leér a meder aljáig, miközben az áramlás húzza a tetejét, mert gyorsabban megy, mint az alján lévő víz, ezért a háló kb. Ilyen szögben áll, és így mozog. Azok a halak, amiket mi keresünk, lent vannak a folyó alján. Ám miközben azt várjuk, hogy találkozzunk az egyik óriás hallal, sajnos alkalmam van látni a katasztrófa másik oldalát. This is
Ez kifejezetten kísérteties, olyan, mint a halak vándorlása. Uszonyok látszanak ki a vízből, de ezek döglött lazacok, amiknek az uszonya libeg a felszínen, mert oldalukra fordulva mennek az árral. Mindegyik elpusztult. Bár az természetes, hogy a lazacok egy része elpusztul menet közben, de ez már nem természetes. Sajnos egyre többen vannak döglött lazacok, aminek nagy része már rohadt. Szétmálik a hálóban, és elképesztő mennyiségű büdös, rothadó foszlány tölti be a környéket. Szinte elviselhetetlen. Látva ezt a rengeteg döglött halat, ahogy kilátszik, a belük szinte megcsap a halál szaga. Iszonyú látvány. Ez egy hím volt, és még nem is ívott. Minél többet szedünk ki a hálóból, annál inkább úgy érzem, hogy valami rendkívüli dologról van szó. Sok van, ami már foszlik szét a rohadástól, de még mindig benne van az ikra megrohadva. Szóval ez nem normális. A döglött halakban rendszerint nincs ikra. Már létrehozták az új generációt, de ez nem normális állapot itt. Itt valami nagy baj van. A kutatóhajó közelében, amikor szünetet tartottam a halászatban, találtam olyan lazacot a part közelében, ami még él. És gondoltam, nyomozni kezdek egy hőmérővel, amit a tudósoktól kaptam kölcsön. Rendkívül drámai különbség van a víz hőmérsékletében, a kezemen is érzem. De a hőmérő szerint a víz hőmérséklete a közepén 10 Celsius fok. Ami 49 fok Fahrenheit. De a folyó szájánál, ahol a lazacok gyülekeznek, 15 fok. 58 fok Fahrenheit. És itt a parton, ahol a döglött lazac van, 25 fok. 76 Fahrenheit, ami hatalmas hőmérséklet különbség. 15 Celsius fokos. Ez a nagy különbség az, ami megöli a halakat. Ez a különbség az élő és halott, vagy elpusztult lazacok között. A tudósok azt mondták, a víz hőmérsékletének nagyjából azonosnak kell lennie a hegyi patakok hőmérsékletével. De nem sokkal azelőtt, hogy idejöttem, olyan hőmérsékleti csúcs volt errefelé, amilyet még nem láttak. Ez a változás okozza a lazacok pusztulását. Ahhoz, hogy esélyük legyen életben maradni, addig, amíg ívnak, fel kéne úszniuk a patakhoz, a hidegebb vizekhez. Pillanatnyilag nincs elég víz, de lehetséges, hogy ha esik, csak 5-6 centivel magasabb a folyó, és már fel tudnak úszni, hogy szaporodjanak, de nem biztos. Követem egy darabig a patakot, hogy honnan jön, mert amit a lazacok nem tudnak, meg én se, az, hogy ezt a patakot lehet-e ívási terepnek használni. Ott van egy hal, aminek sikerült eljutnia idáig. Lehet, hogy több eső volt, vagy valami, de nem úgy néz ki, hogy tovább tudna menni. Elakadt szegény. Már alig mozgatja a farkát. Úgy tűnik, ezek a lazacok elpusztulnak, és mivel nem tudnak szaporodni, nem lesz következő nemzedék, ami felúszik a patakba. A globális felmelegedés okozza ezt a katasztrófát. A tudósok nem tudják biztosan, de ha nem lesz mit enniük, a kalugák sorsa is megpecsételődik. Megkérdeztem Viktort, az egyik tudóst, mikor látott utoljára óriás kalugát a folyóban. Viktor itt nőtt fel az Amur folyó partján, és kisfiú kora óta szeret pecázni. A legnagyobb kaluga, amit látott, 600 kilós volt. Amit ő maga fogott ki, elérte az 500 kilóst. Azt mondja, a hossza 480 centi volt, és emlékszik rá, ez a halászoknak tetszeni fog. Emlékszik, hogy a dátum, amikor kifogta, 1981. augusztus 6-ára esett.
Tehát több mint 30 éve, hogy óriás kalugát fogott az Amurban. De aztán mond még valamit, ami alig, hanem megmagyarázza, miért halt meg a három halász. Azt mondja, körülbelül 40 évvel ezelőtt volt egy orvhalász a faluban, aki egyszer kiment horgokat kitenni. Azzal az érdekes módszerrel, hogy nem volt csali a horgon, hanem a hal egyszerűen ráakadt a horogra a fenéken. A horgász egyedül ment ki, hogy betegye a zsákmányt a csónakba, de nem jött vissza. Miután megtalálták a csónakot, a részletekből meg tudták állapítani, mi történt. Köszönöm. A férfi elkezdte visszahúzni a hosszú kötelet. Lehetett több száz méter hosszú, amin két méterenként volt egy-egy horog. Valamelyik horgon volt felakadva egy kaluga. Amikor megérezte, hogy a felszín felé húzzák, pánikba esett. A helyzet egy perc alatt megfordult. Mozdulni sem tudott, és megfulladt. Másnap kiküldtek egy kereső csapatot, amit a horgász testvére vezetett, aki tudta, hol keressék a csónakot. Megtalálták a zsineget, amire rá volt akadva egy nagy hal, egy hatalmas kaluga, a kötél pedig a halászra volt tekeredve. Egy fontos részletből lehet érzékelni a hal erejét, hogy bár a halász testét a felszínen találták meg, a hajó nem került elő, amiből arra következtettek, hogy a hal egy farkcsapással ketté törte, úgyhogy elsüllyedt, aztán a sodrás tovább vitte. A történet kísértetiesen hasonlít arra, ami után Kongóban nyomoztam, amikor Sunit, az óriás harcsát kerestem. Ez a fajta halászat tilos ebben a folyóban. De ha a három férfi orvhalász volt, lehet, hogy ezt csinálták, és a hálót is használták, amitől kétszer olyan veszélyessé vált a dolog. Lehetséges lenne, hogy mind a hárman meghaltak egyetlen kaluga csapásai által teremtett kaotikus helyzetben. Azt már bizonyítottam, hogy egy vízbe rántott ember nem mindig elég erős ellenfél, még egy halnak se, ami fele akkora súlyú, mint ő. Tehát egy 700 kilós dühös óriás könnyedén elbánhat három emberrel. De maradtak még ilyen óriások? Újra vízre szállunk, egy kis halászcsónakban, hogy megpróbáljunk hálóba csalni egyet, ahogy azok a halászok tették pár évvel ezelőtt. A különbség csak annyi, hogy mi nem akarjuk megölni a kalugát, de ő ezt nem tudja. És ha egy hatalmas tokhallal akarok találkozni, muszáj nagyon óvatosnak lennem. Egy mozdulattól is érhet sérülés. A tokhalak hátán csontos tüskék vannak, meg az oldalvonalon is, amik rendkívül éles hegyűek. Bármire megnőnek, ez a hegy eltűnik, elkopik, úgyhogy a kesztyűre, főleg a kicsiknél van szükség. Több hálót teszünk ki egymás után, és két órával később vonjuk be őket. Miután már fél napja a folyón voltunk, végre megláttuk az első tokhalat. Bár ez nem kaluga, hanem egy amúri viza. Egy kicsi amúri viza. Ilyen egy közönséges viza, aminek a szája olyan, mint egy teleszkópos szivattyúcső. Lenyúlik. Szóval nem tipikus ragadozó száj. Apró halakat be tudnak kapni, amikor megnőnek, de főleg rákokat, meg ilyeneket szoktak legelni a fenéken. Mindent, ami ehető. Tovább folytatjuk a hálók kirakását, hát ha sikerül elkapni egy ritka kalugát. Nagyon fontos, hogy amikor ilyen hatalmas halat akarunk fogni, kritikus szempont a megfelelő szemnagyságú háló kiválasztása. Ezek a szemek kb. 8x8-asok, ami tökéletes méret a kisvizáknak. Régen, amikor hatalmas kalugák voltak a folyóban, olyan hálót használtak, aminek a szemnagysága 30x30 centi volt. Ez is azt jelzi, mekkora halak voltak a folyóban. Bár ez a háló kisebb osztású, a nagy halak ugyanúgy beleakadhatnak, mint a régibe.
Már szinte minden részét bejártuk a folyónak errefelé, de pont mielőtt tovább mentünk volna, buborékok jelezték, hogy valami nagy állat jön fel a vízből. Ó, még több buborék. Itt jön a nagyhal. A több hetes keresés után végre kifogtam az első kalugámat. Szóval ő az. Az Amur folyóban élő tokhal, a kaluga, ami elég nagy az átlagos folyami halakhoz képest. De ahhoz képest, amekkorára meg tud nőni, ez még egy egészen kicsiny példány. Rég voltam ilyen boldog, mert megkönnyebbültem, hogy mégis létezik élő kaluga az Amurban. Ez a hal erősebb lesz, mint mi. Nem hagyja, hogy leterítsék a vízben, és mivel képes megnőni 5-6 méteresre, elhiszem azokat a történeteket, hogy széttöri a csónakot, és a maradványait sosem találják meg. Attól tartok, az utolsó óriások már eltűntek. És ha a történet úgy folytatódik, hogy az ikrája vagyont ér, a vége csak a kaluga tragédiája lehet, amit néha az illegálisan halászó emberek tragédiája kísér. Az eltűnt, tragikus sorsú halászok mellett az igazi áldozat ez a hal, amit nagyon nehezen tudtunk kifogni. És ez a legnagyobb, amit itt láttam. Az orvhalászat a kihalás szélére juttatta a benne lévő drága ikra miatt, ami nagyon szomorú. De remélem, sikerül visszaállítani az állomány. Ám a természet életképessége az emberi mészárlások ellenére is meglepően nagy. Miután ez az élő dinoszaurusz visszatért a mélybe, találtam valamit a hajóban, ami megcsillantotta a reményt. Ez nem kevés, ha arra gondolok, mennyit hallottam erről a halról. Főleg arról, milyen hatalmas tud lenni, hogy elérheti az 5-600 kilót és az 5-6 méteres hosszt. Ha most visszateszem, nem is olyan sok év múlva akkorára nőhet, hogy kirántja az embert a csónakból, mert ez egy tökéletes, igazi miniatűr kaluga. Ő volt a legkisebb folyami szörny, amit valaha fogtam. De ha azt a reményt nézem, amit puszta léte sugároz, életem legnagyobb példánya lehet.